Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi van vele? Mit tervez? Ezt megtekintjük most ennél a jóslásnál. Ez a jóslás most egy akció megrendelhető fele áron asztrológiával. A jóslás ugyanúgy van kiépítve, mint ahogy itt a képen látható, és ahogy most mutatom neked. Ehhez jön egy asztrológiai elemzés az indiai számítás szerint. Ez most az akció 8500 forint helyett 4250 forintért. És most megtekintjük itt ezt a jóslást. Itt középen látható egy kör, és az szimbolizálja a mi belsőnket, illetve ennél a jóslásnál az ő belső életvilágát, a gondolatait és az érzelmeit. Ez jó, ha mi erre odafigyelünk, hiszen a belsőnkből van a kisugárzás, és ez által van ez az aura vagy energiamező körülöttünk, és ennek van egy nagy szerepe, mert ami a mi kisugárzásunk, pontosan az tükröződik akkor az életünkben. Itt ez a kártya, illetve a csillagok utalnak az ő érzelmeire. És ő bízik magában, megvan a hite, érzi azt, hogy minden jóra fordul. Amit a csillagok, a csillagképek még jelenthetnek, egy spirituális terület, vagy az ő belső hangja, az intuíciója, tehát jó úton van, szépek az érzelmei. Ez a kártya utal az ő gondolataira, az ő terveire. Itt megjelenik a sors kerék, hasonló, mint a csillagképeknél is, amikor a sors utak bele vannak írva a csillagképekbe, vagy a sorsok könyvébe, az Akasa krónikába. Mivel itt ez a kép, az ő sors útja megjelenik a gondolataiban, a terveiben, ő valamit változtatni akar az életében. Itt lesznek sors döntő események, változások, vagy azt is jelentheti, hogy ő hisz abban, hogy ez a szerelem, ez a kapcsolat veled benne van a sorsok könyvében, benne van a csillagképekben, és kihat az ő sors útjára, hiszen a kettőtök sors útja itt kereszteződik. Ő tudja, ez a találkozás nem volt véletlen. Mi a kapcsolat kettőtök között? Itt ezen a képen látható egy szűz nő, aminek a szimbolikus jelentése a tisztaság. Így gondol rád. Tudja és érzi, hogy te ártatlan vagy. És a másik kártya utal egy találkozásra. Szerelemmel közeledik hozzád, és szeretne veled találkozni, és itt van a remény, hogy ez megvalósul. A szerelmi kapcsolat kettőtök között, ő itt a király, ő hoz döntéseket. Ez a kártya azt is jelenti, hogy elvárja azt, hogy te így tekints rá, hogy ő elismerést kapjon. Megvan nála ez a büszke tartás. És a következő kártya azt jelenti, mi fontos most számára, hova fekteti be az erejét. Itt az érméknél anyagiakról van szó, vagy a munkahelyéről. De ő itt még fogva tart valamit. Nem érzi jól magát,
de nem tudja elengedni. Fél a jövőtől, fél a változásoktól. Én úgy gondolom, hogy itt nem a szerelemről van szó, hanem az anyagiakról és az ő munkájáról. És hogyan tovább? Nála szomorú gondolatok vannak, ami a pénzt illeti, az anyagiakat illeti, és ami a munkáját illeti. Ugyanúgy, mint itt is látható, ő fogva tartja ezt, de nem szabad, nem érzi jól magát. Ezek a kötöttségek, vagy a korlátozások. És mi fog történni? Milyen döntéseket hoz? Ő elgondolkozik ezen a helyzeten, és itt is látható, hogy ő áll a középpontban. Ez a gyermek utal változásukra, egy új kezdetre, és ezen a kártyán újra az anyagiak, a pénzügyi dolgok láthatóak, ami összefügg a munkájával. Jelenleg még fogva tart valamit, de szomorítja a helyzet, hamarosan lesz itt változás, az lehet munkahelyi változás, vagy azt is jelentheti, hogy rendbe hozza az anyagiakat, amit még ez a pénz, és itt ez a gazdagság, a kincsek jelentenek, ezek lehetnek belső értékek is. Számára fontos, hogy ő megkapja itt a megbecsülést, hiszen ő áll a középpontban, a szerelemben is úgy áll itt, mint egy király, tehát szüksége van erre a megbecsülésre, de azon is elgondolkozik, hogy te is értékes vagy számára. Ez a kártya utal a változásokra. Itt újra az érmékről, munkáról van szó, ami lehet egy munkahelyi változás. De az is előfordulhat, hogy ő még bizonytalan és dolgozik saját magán, hogy meglegyen a biztonság érzete, és egy új kezdet minden területen, a szerelmi élet területén is. A következő kártya azt mutatja, hogy mi az ő álma, amit szeretne megvalósítani. Itt szerelemről van szó. Ő szeretne veled boldog lenni, kiépíteni egy boldog párkapcsolatot mély érzelmekkel. A következő kártyák utalnak a jövőre. Itt szintén ő áll a középpontban, ugyanúgy, mint itt, és ennél a képnél is látható volt. De itt megjelenik a szív, ugyanúgy, mint itt. Tehát ez a férfi szerelmes, ez a férfi szeret téged. Az ő gondolataiban megjelenik a nyilvánosság, az utazás, külföldi kapcsolatok, vagy egy közös nyaralás. Holott, ha én ezt a kártyát megnézem, számomra olyan, mintha ez lenne egy életút, amit ő tervez, és itt kivirágzik valami. Mellette van ez a hajó, ami nem csak külföldi utazásokra utal, hanem a belső útra is. Egy ilyen lelki kapcsolatra, mély érzelmekkel. Azon kívül ez a hajó szimbolizálja a reményt, ugyanúgy, mint itt ezen a kártyán is látható. A remény, hogy itt kialakul valami szép párkapcsolat köztetek, de neki még rendeznie kell az anyagiakat, lehet nála munkahelyi változás is. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!